Szörnyű érzés volt, amikor megtudtam, hogy kábítószerezik. Emlékszem, épp autót vezettem, és emlékszem arra is, hogy hol voltam. Az úr szólt hozzám egy dalon keresztül, ami éppen a rádióban szólt. Azt mondta, hogy bízhatsz bennem. 12 évesen kezdtem el drogozni, amikor a szüleim elváltak. Elfordultam az úrtól és a gyülekezettől. Jól becsaptam őket, azt mondtam, hogy átmegyek a barátnőmhöz. Amikor ott voltunk, akkor mutatták meg nekem a kemény drogokat. Marihuána, fájdalomcsillapítók, kokain és a többi. Nagyon jól titkoltam, mert rendszeresen ellenőriztem. Megnéztem a szobáját, mindent, amit egy anya szokott. Miután leérettségiztem, az utcán kezdtem élni. Ez egy nagyon nehéz időszak volt. Nem tudtam, hogy Amy hol van, mi zajlik a szívében. Rengeteget sírtam, és rengeteget imádkoztam. Sose felejtem el, éppen haveroknál voltunk, amikor valaki azt mondta, hogy sokkal hatásosabb, ha vénásan adom be magamnak. Ott eldöntöttem, hogy így fogom csinálni. Attól a perctől tűfüggő lettem. Oxycontint használtam, találkoztam rendszeresen dílerekkel, elkezdtem én is árulni, és így olyan szintre kerültem, hogy naponta 20-30-szor kellett belőnöm magam. Kokainházakban, heroinházakban laktam, az utcán, vagy elhagyatott épületekben. Teljesen felemésztette az életemet. Amikor van egy gyermekünk, akinek ilyen problémája van, akkor harcba kell szállnunk érte. Ez egy csata. Napi szinten ez volt a küldetésem. Nem voltam hajlandó elfogadni a nemet válaszként. Tudtam, hogy nem adhatom fel, és tudtam, hogy Isten nagy Isten és képes rá. Tudtam, hogy minden meg fog változni. Egyik éjjel Isten felébresztette anyát. Tisztán hallottam az Úr hangját. Azt mondta, most, menj most. Sürgető volt. Azt mondta, imádkozz. És törd meg a függőség erejét Amy fölött. Ezután az ima után olyan volt, mintha a Szent Szellem rám szállt volna. Különböző helyeken jártam, és Isten idegeneket küldött hozzám, akik ugyanazt mondták újra és újra. Isten szeretet, van terve a számodra, reménységgel nézi az életedet. Ezt használta az Úr, hogy meglágyítsa a szívemet. Ebben az időben szintén sokat beszélgettem a bátyámmal telefonon. Kiöntöttem neki a szívemet, meghívott gyülekezetbe. Emlékszem, ahogy ott ültem az Isten tisztelet alatt, a szívem majd kiugrott a helyéről. Amikor az alkalom véget ért, odajött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy az Úr szólt hozzá, hogy jöjjön oda hozzám, és mondja meg nekem, hogy az üzenet nekem szólt. Megadta a telefonszámát, és azt mondta, hogy hívjam fel, ha szükségem van rá. Isten valóságosan szólt a szívemhez, de nem tudtam, hogyan válaszoljak. Így a függőség folytatódott. Úgy voltam, hogy soha, de soha nem adom fel. Nem számít, hogy mennyire sötét a helyzet, nem adom fel. Éppen az ágyban feküdtem, amikor azt hallottam, hogy valaki kétségbe esett hangon azt kiáltja, anya, Amy nem volt otthon, mégis tudtam, hogy bajban van. Azonnal imádkozni kezdtem. Azon az éjszakán egy hotelben voltam. Megszúrtam magam 70-szer. Megittam egy üveglikört is. Egyedül voltam. Valamikor mellé szúrhattam, és nem találtam meg a vénám. Hajnal 5-kor Amy felhívott, és azt mondta, anya, bajban vagyok. Kérlek, gyere értem. A karomon tájuk keletkezett, és feldagadt grapefruit nagyságúra. Nem felejtem el, hogy milyen komoly fájdalmaim voltak a tájog miatt, amikor anyára vártam. De a másik karomba továbbra is szúrtam, mert a fizikai túléléshez szükségem volt rá. Elmentem Amyért, és elvittem a kórházba. A tájog miatt majdnem amputálni kellett a karomat, de végül sikerült megmenteni. Behívták a családomat egy helyiségbe, és azt mondták, hogy a drogfüggőség utolsó stádiumában vagyok. Meg fogok halni, és készüljenek a temetésre. Eszembe jutott az a hölgy a gyülekezetből. Kértem, hogy hívják fel, kész vagyok beszélni vele. Eljött a kórházba, és imádkozott értem. Isten olyan dolgokat mondott rajta keresztül, amit magától nem tudhatott volna. Teljesen megtörtem, megkérdezte, hogy készen állok-e arra, hogy átadjam az életemet Krisztusnak.
Tanúi vagyunk, hogy Amy azt mondta, hogy igen. Az egész család ott volt. Megváltoztam. Annak ellenére, hogy a függőség ott volt, belül megváltoztam. Számomra nem volt egy azonnali szabadulás. Utána részt vettem egy egyéves elvonókúrán a Mercy Ministries-nél. Itt intenzív tanácsadáson keresztül sikerült legyőzni a függőséget. Azóta a szívem az elveszettekért dobog. Isten evangélistának hívott el, azok felé, akik olyan helyzetben vannak, amilyenben én is voltam régen, mielőtt megtértem volna. Erre nem lehet mást mondani, mint azt, hogy csoda volt. Igazából már nem is lehetne életben. Amikor ma meglátnak az emberek, el sem tudják képzelni rólam, hogy ilyen háttérből jövök. El szoktam nekik mondani, hogy a hegek megvannak a karomon még. Oda megyek az emberekhez, és elmondom nekik, hogy meg voltam kötözve, függő voltam, de Isten megszabadított. És ezt érted is megteszi. Erő van benne.